A mai videóban a szállító levél a boltközi áru mozgásról fogjuk kitölteni. Nézzük is a feladatot! Áruátadás más boltnak. Az ön üzlete non KFT 22. számú áruház, 1111 Nyíregyháza Dohányút 7. A lendfelsorolt termékeket küldi a cég 33. számú üzletének 2000 csurgó szilva útöt. Egyébként áruátadás más boltnak csak üzlethálózaton belül lehetséges. Átadásra szánt termékeket nézzük meg, tehát Kuglov 15 darab 820 forintos fogyasztói egységáron. Itt felsorolja ugye az áfa a termékek mennyiségét. Tehát akkor először is kezdjük el az egyszerűbb adatok kitöltésével, amihez nem kell különös számolás illetve abszolút nem is kell számolás. Átadó egység adatai. Az ön üzlete. Tehát ezt adja át ennek a másik boltnak. Tehát ezt, ami itt van non-stop 22-es azt ide kell az átadó egység adataihoz beírni. Tehát akkor... non KFT 22-es számú áruház 1111 Nyíregyháza Dohány út 7 adja át a 33. számú üzletének. Tehát ugyanúgy non-stop KFT. Az, ugye 2000 csurgó. Szilva Út 5. Tehát ki is töltöttük. Ugye a Non-Stop Kft. 22. számú elvaháza, Nyíregyháza Dohány út 7-ről küldi, szintén a Nonstop stop Kft.-nek, a 33. számú áruháznak 2000 csurgó, Szilva út 5. Tehát ezt az adatokat be is másoltuk oda. Áru megnevezése, száma, ezeket fogjuk most kitölteni. Kezdjük ugye az egyszerűbbel, amikor csak bemásoljuk a áru megnevezéseket, ugye amit itt látunk. Tehát itt fel kell sorolni, hogy van egy áru, tehát számoljuk meg 1, 2, 3, tehát akkor 3 árut fogunk átadni. És ugye az első áru megnevezése és száma, tehát 9, 1. 3-1, 6, kúglóf, tehát be is másoltuk ezt. Jön a következő 12 14 komárilis, jön a következő 14 58 tűzőgép. Be is másoltuk ezeket. Most jön a mennyiség, azt fogjuk kitölteni. Tehát darab, darab, darab. Darab, darab, és darab. És a mennyiség akkor, ugye, 15, 30, 10. 15, 30, és 10 áfát fogjuk bemásolni. Áfa ugye. Sorba 18, 18, 27. Fogyasztójárat fogjuk kitölteni, hiszen az itt már megvan adva. Tehát egységár, ugye, sorrendre 820 forint, 110 forint és 450 forint. Ugye így ezt beírogattuk ide. Értékéhez nem kell különösen nagy számolás, hiszen nagyon egyszerű, hiszen tudjuk, hogy 15 darabunk van 820 forintos fogyasztói egységáron, akkor nagyon egyszerű az értéket kiszámolni. Akkor fogyasztói érték. Nagyon egyszerű, hiszen 15 darabunk volt, tehát 15 ször 820. Akkor jöjjük is be a számológépbe. Tehát 15 ször 820 az 12300. Tehát 12300 forint az értéke. Következő 30 darabunk van 110 forintos egységáron. Tehát 30 szor 110. Tehát 30 szor 110 az 3300. 3300 forint. Következő van 10 darabunk, 450 forintos egységáron, tehát akkor 10 450, az 4500 forint. Tehát 4500 forint. Na most kell a szorzószám, hogy ki tudjuk számolni az áfa nélküli beszerzési árat. akkor nézzük is ezt meg, hogy hogy kell kitölteni ezt a részt, ami még itt ugye üresen van. Ugye a fogyasztói egységár az azért volt könnyű, mert ugye itt ez volt megadva. de most nekünk az áfa nélküli beszerzési árat kell kiszámolnunk. Először meg kell határoznunk a szorzószámot. Tehát nem mindegy, tehát itt már külön kell bontani, nem mindegy, hogy az áfa 18%-os, vagy 27%-os. Tehát ez nem mindegy. Ezért kettő szorzó lesz, mert nem mindegy, a 18 vagy 27, ugye itt látjuk, hogy kettő áfa is van. Akkor nézzük is meg a szorzó Haladjunk szépen sorba a 18 százalékossal, tehát a 18 százalékos áfával. Tehát akkor az áfa. 1,18 szor, ugye az üzlet haszonkulcsa, az vagy itt található meg a szövegbe, vagy itt alul található meg. Az a hogy keresni kell egy olyat, hogy haszonkulcs, hiszen a áfa és a haszonkulcs szorzata a szorzószám. Tehát akkor itt 46%-ot látunk, tehát 1,46. Tehát ez az áfa, amit itt látunk, ez meg a haszonkulcs. És ezt a kettőt összeszorzom, és már is kijön a szorzószám. Tehát 1,18 szor 1,46. Az 1,722,8. Be is írtuk. Pontos, hogy ez négy tizedes egy legyen, mert akkor kapunk pontos adatokat. Tehát akkor a szorzó számom már 18%-os áfokulcs, ha meg is van. Akkor, ugye itt tudjuk a fogyasztói egységárát, hogy 820 forint volt, ugye itt is ki van írva, hogy 820 forint, akkor nagyon egyszerű a dolgunk, mivel a nettó beszerzési ár az a következőként fog alakulni. Tehát akkor 820 per 1,7228 De ugye itt 820 volt. És akkor kiszámoljuk 820 per 1,7228. Az 475,96. 475,96. Hat lenne, de amit látjuk, hogy van itt előtte egy 9-es, ezért kerekedtünk 97-re. Tehát már meg is van az első nettó beszerzési árunk. Ugye, egységgel 475,97. Tehát ez meg is van. És akkor az értékét számoljuk ki, ugye az összes beszerzésnek, tehát 15 ször 475,97. Tehát 15 ször 475,97. Tehát leírtuk oda, tehát 15 ször 475,97, az 7139,55. Tehát 7139,5, de főfelet kerekítünk, tehát 7140 forint tehát 7140 forint az értéke. Nézzük a következő, ugye a komáromi liszt van vissza, ugye amit itt fogunk kiszámolni, tehát itt is 18% az is, tehát ugyanezzel a szorzó lesz, tehát tudjuk, hogy 110 forint volt, amit ugye itt, itt is látunk, tehát akkor nagyon egyszerű, tehát 110 és ezt elosztom ugye 1,7228-al. Tehát 110 osztva 1,7228. 63,84. Annyi lesz a beszerzés jellem. Ilyet, igen, igen, a beszerzési ára. Tehát 63,87. És akkor most az értékét kell megállapítanom. Tehát 30-szor 63,87. 30-szor 63,80. Illetve, bocsánat, 84 volt. Ezt eddírtam. Tehát 84. Tehát 30-szor. 63,84, ez kiszámolom. 1915,2. 1915,2 forint. 1915,2 forint. Nézzük meg a következőt ugye, amit itt fogunk majd kitölteni, tehát ez már 27%-os, tehát ez a szorzószám már nem is jó. Ezért újra kiszámoljuk, hogy szorzószám. Tehát az úgy lesz, hogy 1,27 ször, 1,46, már a haszonkulcs az maradt ugyanaz, csak a áfa változott. Látjuk a haszonkulcs ugyanaz, de viszont az áfa már a tűzőgép esetében már 27 os tehát ezért lesz 1,27. Tehát ez az áfa, ez a haszonkulcs százaléka. Tehát akkor 1,27 szer 1,46 az 1,8542. 1,8542. Látjuk is, hogy a szorzószám valóban magasabb, mint ennél. Ennél alacsonyabb volt, ennél magasabb volt. Tehát innél tudjuk, hogy jól számoltunk, tehát ha magasabb a ha jön ki ugye a 27%-os áfánál ez a szorzószám, akkor jó, jól számoltunk. Ha viszont ennek az ellenkezője, akkor viszont valamit elrontottunk. Tehát nagyon egyszerű, tehát az áfát, tehát az egy, 27%-os áfa és a 46%-os haszonkulcs szorzatából jön ki, ez a szorzó száma, amivel majd tudunk dolgozni. Ugye az előző esetben is hasonlóan volt, tehát volt egy szorzó számunk, ugye áfa a haszonkulcs, ugye itt is csak az áfa szor a haszonkulcsot számoltuk. Tehát ez a legbonyolultabb része. Na nézzük akkor a nettó beszerzési árat, tehát nettó beszerzési ár, akkor a következőként alakul. Tehát 450 forint volt ugye az egységára, a fogyasztói egységára, amit itt láthatunk a főtáblázatunkban is. Tehát akkor 450 per 1,8542. Tehát 450 osztva 1,8542-vel. 240. 2,69 2,42 69. és akkor ezt beszorzom ugye a darabbal tehát 10-szer tehát ha ezt beszorzom, az nem tízzel, akkor meg is kapjuk, hogy 2426,9. Egyébként itt is, tehát csak a 10-es szorzom, ezért egy tízeres jegyet ugrik, tehát 242 egész, nem 2426,9 forintra jön ki ha 10 beszorzom a 242,69-et. Tehát, akkor ide, ugye az egység ára az 242,69, az értéke viszont 2426,9. Ki is töltöttük akkor ezt a táblázatot, majdnem. Ugye van itt még egy keltezés, meg egy aláírás, vagy az átadó aláírása. Tehát, akkor 2020, ez egyébként vagy a feladat határozza meg, ha nincs a feladatban, hogy mikor történt ez az átadás, akkor vagy az aznapit töltsük ki hogy aznap milyen dátum vagy mi találunk -e egy dátumot, 2020 hó 30. És ugye az aláírás. Ugye itt konkrét név nem volt ebben a feladatban, hogy ki adja át, ezért mi is kitalálhatunk egy átadó nevet. Tehát le, legyen átadó Károly aláírása. átvételi egy nem töltjük ki, mert az majd a következő volt fogja, akinek ugye átadtuk az árut. Tehát csak ezt kell kitölteni, csak ezt a felét, a másik felét, tehát ezt a felét nem szabad. Csak ezt töltsük ki. Tehát így kell kinéznie egy szállítólevél boltközi áru mozgásról táblázatnak. Tehát így a helyes, itt vannak ugye a számolások, ugye amit próbáltam érthetően és pontosan levezetni, hogy mindenki megértse, hogy hogy kellett. De ismételjük át még egyszer így a végén szokásosan, hogy mire is kell figyelni ennél, a szállító levél volt közi táblázatnak a kitöltésében. Tehát áru megnevezése, úgy itt föl kell sorolni, hogy hány darabot. Ugye, hány darabot adunk át? Illetve áfa nélküli beszerzési ár, ugye a szorzószám segítségével történik úgy, hogy a fogyasztói árat elosztom ezzel a szorzószámmal. Ugye így van végig ahogy megfigyeljük. Mindenhol. Ugye röviden még, ugye, a szorzószámot még egyszer elismételném, ismételném, tehát azt úgy kell megcsinálni, hogy 18%-os áfa volt, ugye itt láthatjuk, ezért 1,18 szor, ugye 46, ez ugye az üzlet haszonkulcsa volt. Tehát így meg is van a szorzószámunk, és ugye minden esetben ugye a fogyasztói árat osztom ezzel a szorzószámmal. Tehát minden esetben osztani kell, hogyha én nettó beszerzési árat akarok számítani. Erre nagyon oda kell figyelni. A többi az már könnyű, mert csak szorzás, illetve itt az összesítésnél ugye összeadások ugye, megtörténnek és nagyjából szerintem ezzel így végeztünk is volna, tehát így kell kinéznie egy szállítólevélnek, ami a boltközi árumozgásról készült. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos volt, és további jó tanulást kívánok!